Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal a házasságról, illetve az esküvőről lesz szó. Számtalanszor hallottam már ezt a kérdést, hogy mi a helyzet a házassággal, érdemes-e házasodni, mikor, hogy. Próbálok erre most valamilyen választ adni. Azt érdemes mindenkinek tudnia, hogy én az írásokat fogom szem előtt tartani, mindazt, amit a Biblia megfogalmaz ezzel kapcsolatban. Én ez alapján hozom meg a döntéseimet, és úgy gondolom, hogy mindenki akkor járna legjobban, hogyha erre támaszkodna. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben valakit csak a rövid válasz érdekel és nincs türelme véghallgatni a videót, én azt mondom, hogy nincs értelme megházasodni többé, sem a világban, sem pedig ezen az úton, amit mi járunk. A probléma sokrétű, de talán a legfontosabb az, hogy elveszett az emberek fejéből már az, hogy mit is jelent a házasság valójában. Mindaz, ami csatlakozott ehhez az évezredek során, ehhez az intézményhez, mely egyidős az emberiséggel, az már a kiveszett az ember fejéből, és amennyiben ez kivész belőle, azt lehetetlen pótolni, és nem tudjuk már másik alapra helyezni a házasságot, mert a házasságot a Teremtő találta ki, és ahogy ő kitalálta, csak úgy tud működni. Nem én vagyok az egyetlen ezen a véleményen, az apostol Pál, vagy Saul szintén ezt tanácsolta a korintus belieknek, az első levélben, melyet írt nekik, amik felől pedig írtatok nekem, jó a férfiúnak nem illetni az asszonyt. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Mondom pedig a nem házasoknak, és az özvegyeknek, vagy az özvegyasszonyoknak, hogy jó nekik, ha úgy maradhatnak, mint én is. De ha nem tudják tartóztatni magukat, akkor éljenek házasságban, mert jobb házasságban élni, mint égni. Azaz jó nekik, hogyha egyedül maradnak. Pontosan ez az, amit szeretnék ma tanácsolni én is mindenkinek. Az elmúlt évek során ezen az úton volt szerencsém végignézni számos házasságnak a tönkremenetelét és a felbomlását, ami azt jelenti, hogy nincsen semmiféle garancia arra ezen az úton sem, hogy az emberek megmaradnak egymás mellett. És az ok az, hogy a fejekből kiveszett az, ami régen összetartotta a házasságokat. The age of men is over. The time of the woman. Ebben az individualista társadalomban, a liberális ideológiától megfertőzve, azt tanulja meg kicsi gyermek korától, hogy cselekedje azt, ami neki jó, azt, ami boldoggá teszi őt. Azt mutatják a statisztikák is, hiszen a válások közel 70, de egyes adatok szerint 80%-át a feleség az, aki kezdeményezi. Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezik, akkor ez a szám még ennél is magasabb. Which means leftover woman in Mandarin. Az elvált feleségeknek egyébként több mint az 50%-a soha nem akar újra házasodni. Tegye fel magának mindenki a kérdést, hogy van-e bármiféle kötelezettsége vagy felelőssége a társadalom felé, amelyben él, ha már a partnere nem számít, akinek örök hűséget fogadott. Régen az emberek együtt maradtak egyrészt azért, mert úgy voltak programozva, hogy ez egy fontos dolog. Vitatkozhatunk azon, hogy most jobb, hogy úgy vagyunk programozva, hogy csak egyszerűen megyünk egyikről a másikra, mintha mi sem történt volna, de kétlem, hogy valaki tudja bizonyítani azt statisztikailag, hogy most az életünk boldogabb vagy jobb, hogy mindenki szabadon mehet, ahova akar, amikor akar. Egyfajta szégyen tartozott ahhoz, hogyha valaki elvált. Teljes joggal teszem hozzá. Jobban meggondolták az emberek, hogy kik azok, akik közül, és ki az, akit választanak majd. Mi alapján szelektálsz? Kinézet, külső? Kilogram, kilogram. Aki 70 alatt van, az már jó. A harmadik pillér a hit és a társadalmi nyomás mellett a törvény volt, ugyanis a törvény nem tette lehetővé az embereknek azt, hogy elváljanak csak úgy, amikor csak akarnak, és tönkretegyék számos másik embernek az életét,
arra alapozva, hogy éppen mit éreznek akkor. Ott vannak a kötelezettségek, amelyeket a mi elődeink vállaltak. Egyrészt a teremtőjük felé, másrészt a társadalom felé, harmadrészt pedig az állam felé. Őket meg lehetett volna kérdezni, hogy hogyan kell egy házasságot működőképessé tenni 45 éven keresztül. Úgy, hogy az volt az első partner az egész életében. Ma, meg mire oda kerülünk, a nő több férfin van túl, mint a Predator. Persze, hogy nem működnek a házasságok, hisz állandóan az jár a fejükben, hogy milyen volt ez, milyen volt az, lehet, hogy ez jobb lenne, miért nem azt választottam, mi lenne, ha... Milyen jó lenne, bárcsak ez, bárcsak az. Ez volt az oka annak, hogy úgy tervezte el a teremtő, hogy az ember az egyetlen és elsőhöz hozzámegy, vagy elveszi, akit alkalmasnak talál. Úgy hiszem az is beszédes, hogy most már megjelent az a trend, hogy fekete esküvői ruhában adják össze az embereket. Ugye a férfi eddig is öltönyben volt általában, a nő azonban fehér ruhát viselt. De miért is viselni a fehér ruhát most? De mutatok egy videót, és ezzel a videóval el is búcsúzom. I left the good guy. I left the guy that everybody looks at and is like, that's a dad. That's a husband. That's how it's supposed to be. Elhagytam a jó fiút, akire azt mondta mindenki, hogy az egy igazi apa, az egy férj, hogy ez olyan, amilyennek lennie kell. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. I remember feeling... Like my marriage was temporary from the beginning. És már a kezdetektől úgy érezte, hogy a házassága az egy átmeneti dolog. Azért, mert így vannak programozva a nők. Mert mindig menni akar tovább megtalálni a jobbat. Ráadásul még a férfiak is persze részben. Ami problematikus a nő esetében az az, hogy ő meg is teheti, hogy talál magának lépten nyomon egy partnert. Míg a férfinak ez sokkal nehezebb. It's so upsetting to a person like me because I think about cheating on my husband. My mom doesn't. Hogy ő arra gondol, hogy megcsalja a férjét, ellenben az ő anyjával. Understand? She can't relate to the. Az anyja azonban nem tud ezzel azonosulni, ezzel a gondolkodásmóddal, és miért nem? Feelings of wanting to fool around outside your marriage. Azzal az érzéssel, hogy még ő szeretne bolondozni a házasságán kívül, mennyire aberrált a világ. The time of the woman has come. Hogy így gondolkoznak az emberek. Because she's an immigrant woman who was born in 1940. Azért, mert 1940-ben született, tehát úgy van, ahogy mondom, az a generáció még másként élt, más volt az egész gondolkodás módja. Én azt mondom, hogy az jobb, az helyesebb, és az egy jobb társadalmat eredményezett. It's okay to leave the good guy. Hogy az jó, az rendben van, hogy elhagyod azt a jó férfit. Don't stay because he's the good guy. Ne maradj csak azért, mert ő egy jó férfi. Leave because he's not the guy for you. Hanem hagyd el, mert az nem a férfi számodra. Ezért mondtam az elején, hogy jobb a férfinak egyedül maradni, mert ezzel fog küzdeni, bármerre is megy a nyugati világban. Ezzel a fajta mentalitása, és soha nem fog tudni felnőni a feladathoz, mert nem lehet felnőni a feladathoz. Hogyha a jó férj nem tudott felnőni, aki megtett mindent, akkor hogyan lehetne felnőni a feladathoz? Sehogy. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető.
Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!